Nem sokára, este 8 órakor kezdetét veszi a városi szilveszter a Magyar Király előtti téren. Az idei városi szilveszteri mulatságot Kátai GR indítja este 8 órakor. Este 10-től retroslágerekkel lép színpadra a Discoverben. Olyan együttesek, énekesek dalait játsszák a Zicsi színpadon majd, mint például az Abba, az Ottában vagy a Neoton Familia. Évvél előtt fél órával az UFO kezd, az évfélkor elhangzó himnusz és a köszöntő után visszatér a Discoverben, fél 2-től pedig DJ Zsiráv gondoskodik a 2022-es év első nagy buliának zenéjéről. Fontos tudni, hogy a városi szilveszter csak védettségi igazolvánnyal látogatható, a maszk használata ajánlott, de nem kötelező. 2022 is a szerencsehozó lencse rendezvénnyel kezdődik Székesfehérváron. A hagyományokhoz híven január 1-én az Alba Pláza előtti téren várják a néphit szerint bőséget hozó lencse főzelékkel a fehérváriakat. Az esemény ezúttal is a város önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség parancsnoksága és az Alba Pláza összefogásával valósul meg. A Honvédség gulyás ágyúiban készülő ízletes lencsét 14 és 16 óra között kínálják egy pohár meleg teával együtt. Az ételt csak a helyszínen lehet elfogyasztani, a rendezvény csak védettségi igazolvánnyal látogatható, a szájmaszk használata ajánlott, de nem kötelező. Hagyományosan a rendőrök közlekedés-rendészeti területen végzett kiemelkedő munkáját ajándékkal jutalmazta a Magyar Autóklub. A szervezet nevében Szabó Bakos György Fejér megyei területi elnök és Cifra Tibor a székesfehérvári műszaki állomás vezetője adta át az ajándékcsomagokat a járőröknek, valamint helyszínelőknek és balesetvizsgálóknak. Gratulált a balesetek megelőzéséért és a közlekedés biztonságának javításáért végzett lelkiismeretes munkájukhoz. A Magyar Autóklub Közép-Dunántúli regionális szervezete minden év végén elismerésben részesíti a Fejér megyében a közlekedési területen kiemelkedő szakmai tevékenységet végző rendőrök munkáját. Már online is válthatnak 280 forintos havi buszbérletet a fehérvári diákok. A diákbérletekre vonatkozó önkormányzati intézkedés alapján az eddigi 2970 forintos ár helyett mindössze 280 forintért válthatnak havi buszbérletet a fehérvári tanulók. Ahogy a Cserpalkovics András polgármester korábbi közösségi posztjában jelezte, a diákbérlet árának csökkentésével azt szeretnék elérni, hogy minél több tanuló válassza a közösségi közlekedést a szülőkkel autózás helyett, ezzel is csökkentve a környezetterhelést és a csúcsidőszak torlódásait. A diák bérlete immáron online is megvásárolható, ez okostelefonra, internet kapcsolatra és bankkártyára van szükség. Fontos tudni, hogy ha valaki nem saját részre vásárol jegyet vagy bérletet, a terméket arról a telefonról kell megvásárolni, amelyik az utasnál lesz. Az év utolsó mérkőzésén csütörtökön a fehérvári jégkorongozók és kosárlabdázók is kitettek magukért. Az AV19 itthon, az Alba idegenben ejtett nagyvadat. A Hidrofehérvár AV19 teltházas meccsen verte a Vienna Capitals együttesét az osztrák bajnokságban. Henrik Nilsson gólja révén 4 perc után vezetés szerzett a házigazda, és az előnyt csak kevesebb, mint nagyjából egy harmad erejéig engedte ki a kezéből. A Bécs egyenlített még az első szünet előtt, de a Volán a középső játékrész hajrájában 2 gólt szerezve állva hagyta a sógorok csapatát. Előbb Magosi Bálint, majd ember előnyben Alexander Petán talált a Capitals hálójába. Komoly izgalmakat hozott a zárójáték rész, de a Fehérvár nem tört meg. A mieink 3-1-re győztek, pontszámban utolérték a bécsieket, és a tabella második helyén várják a január 2-ai folytatást. Az Alba a bajnoki címvédő és lista vezető Falkó otthonában lépett pályára. A Szombathelyi arénában nagy meglepetés született, mivel a Fehérvár bravúros játékkal egy labdás mérkőzésen legyőzte esélyesebb ellenfelét. Az első két negyedben hullottak a pontok, nem kevesebb, mint összesen 104 pont volt az össztermés. A nem túl hatékony védelmek csatáját 2 ponttal, 52-50-nel a Fehérvár nyerte. Nyilvánvaló volt, hogy valószínűleg azt tud majd győzni, aki a fordulás után képes javítani a védekezésén. A térfélcsere után tartotta az Alba minimális előnyét, majd fokozatosan ellépett a Falkótól. 15 ponttal is vezettek a vendégek az utolsó 10 perc kezdete előtt, ami aztán fokozatosan csökkenni kezdett. Az Albánál védekezésben rövid zárlat következett be, így felzárkóztak a hazaiak, ám a Fehérvár így is megőrzött 2 pontot előnyéből, és 93-91-re nyert a Szavária arénába.